Ma nagy csütörtök van. Ezzel elkezdődik a Szent Három Nap, amely Jézus kereszt halálát és feltámadását vetíti elénk. A Római Katolikus Egyházban délelőtt püspöki szentmisét celebrálnak. Ezen az egyház valamennyi papja jelen van. Így történt ez Gyulafehérváron is, ott van a Kolozsvári TV egyik forgatócsoportja. Kollégáink a délelőtti szertartáson filmeztek, ebből láthatnak felvételeket a következő percekben. Most pedig kapcsolunk Gyulafehérvárra, ahol Márkus Etelka kolléganőm egyik vendége főtisztelendő Jakubinyi György, a Gyulafehérvári főegyházmegye érseke. Szervusz Etelka! Jó napot kívánok, nagy csütörtökön köszöntöm Önöket innen Gyulafehérvárról. Ma délelőtt 10 órakor tartották azt az ünnepi szentmisét, amelyet csak székesegyházakban szoktak tartani, a püspöki misét, és ilyenkor ez a szépség ennek a misének, hogy az egyházmegye teljes papsága ellátogat és megújítja a papi fogadalmát, és ilyenkor történik a krizmaszentelés és az olajoknak a megáldása. Egy szépsége a mai szentmisének még az volt, hogy több mint 400 kisgyerek vett részt, minisztránsok, különböző iskolákból is eljöttek gyerekek, és hát természetesen a zarándokok is. Én nagy tisztelettel köszöntöm excellenciás és főtisztelendő dr. Jakubinyi Györgyöt, a Gyulafehérvári főegyházmegye érsekét. A ma délelőtti liturgiáról, hogyha mondana valamit. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. A Anyaszentegyházunkban ősi szokás az, hogy a szentség kiszolgáltatásoknál használt a betegek olaját, a hitujoncok vagy katekumenek olaját és a szent krizmát erre a célra rendelt szentmisén, azért nagycsütörtökön délelőtt, mert az Úr Jézus nagycsütörtökön este az utolsó vacsorán alapította az egyházi rendet, az oltári szentséget, és a kettőt örökre összekötötte a szeretet parancsával. És ezért ezen a napon emlékezünk meg azokról a szentségekről, amelyeknél használjuk a betegek olaját a betegek szentkeneténél, a hitujoncok olaját a keresztség szentség elején, és a szent krizmát, ami kenetet jelent görögül, csak annál a három szentségnél használjuk, amelyiket egyszer lehet felvenni, mert a szent krizmával való megkenés örök, eltörölhetetlen jegyet hagy a lélekben. Ami azt jelenti, hogy a keresztség szentségében, a bérmálás szentségében, és az egyházi rendben, amelynek mind a három fokozatában, úgy mint a diákonátus vagy szerpapság, áldozópapság vagy presbiterátus, és a püspökség vagy az episzkopátus, ez ugyanaz az egyházi rend három fokozatban, és ezeknél használjuk a szent krizmát. Hadd említsem meg azt is, hogy még egy esetben használjuk, mikor új templomot felszentelnek, nem csak egyszerűen megáldanak, páros számmal, tehát azt jelenti, hogy 8-10-12 keresztet rajzolnak a templom falára, és azt a szentelő püspök krizmával keni meg. És akkor ugyanebben az esetben minden templomot csak egyszer lehet felszentelni, krizmával megkenni, az időközben szükséges javítások után újra áldjuk, de nem szenteljük. Értem, és akkor milyen történelmi gyökerei vannak a krizma és az olaj szentelésnek, illetve áldásnak? A krizma szentelés és az olajáldás is az idők folyamán fejlődött ki az egyházba. Tudnék, a nem lényeges része a krizmakenés. Gondoljuk el, hogy az első bérmáláskor, amikor pünkös napján leszáll a szent élek, az Úr is mennybe menettel után a 10. napon, feltámadása után az 50. napon, mert a pünkös szó görög és 50-et jelent, akkor az apostolok kiállanak, a frissen bérmált apostolok, és ott van közöttük a boldogságos szűzanya, és akkor bérmálkozott, kiállnak az összegyűlt nép elé, megmagyarázzák a rendkívüli jelenségeket, a vihar tombolt a ház körül, tüzes lángnyelvek jelentek meg a 120 első keresztény feje fölött, és akkor az apostolok, miután megmagyarázzák ezt a tömegnek, hogy ez mit jelent, meghirdetik az Úr Jézus a megváltást, és aznap 3000 embert kereszteltek meg, és bérmáltak is meg, közölték a szent lelket. Természetesen, hogy a
ennél a bérmálásnál nem volt krizma kenés, csak készföltétel, és azóta is mind a bérmálás, mind az egyházi rend szentségében ezt a hatalmat, a szent lelket, a kegyelmet készföltétellel adja tovább a püspök. Később járult hozzá a krizmakenés, és éppen azért az úgynevezett szükséges, de nem az érvényességhez szükséges része a szentségnek. Hogyan köthető össze ez a délelőtti, nagyon ünnepélyes szentmise az esti szentmisével, ugyanis innen ugye, amikor a papság hazamegy, akkor mindenhol megtartják az úrvacsora emlékmiséjét. Tehát lelkileg és teológiailag hogyan, hogy köthető össze? A szép magyarázat az, hogy az Úr Jézus este tartotta az utolsó vacsorát, és ennek emlékére nagy csütörtök este minden plébánia templomban esti miséren emlékeznek meg az utolsó vacsoráról, és amelynek keretében az Úr Jézus az utolsó vacsorán megmosta tanítványainak a lábát, és ez volt a legnagyobb megalázkodás és a szeretetnek a jele. Az ókorban ugyanis a vendéglátásnak három jele volt. Ha megérkezett a vendég hosszú útról, az első az volt, hogy a háznak a szolgái vagy rabszolgái megmosták a vendégek lábát az útporától, a bekenték illatos olajjal a fejüket, és utána a házigazda békecsókkal köszöntötte a vendégeket most már a vendéglátásra az útporától megszabadulva. Ezt onnan is tudjuk, hogy az Úr Jézus, amikor Simon farizeus meghívja ebédre, és utána bejön egy bűnös asszony, és megkeni az Úr Jézus lábát olajjal, és ezen botránkozik a Simon farizeus házigazda, akkor félrevonja és azt mondja, látod, amikor megérkeztem, békecsókot nem adtál, olajat nem öltöttél a fejemre, és vizet sem adtál, hogy a lábamat lemossák. Tehát ez a vendéglátásnak a jele volt. Természetesen a mai vendég otthon kiillatosítja magát, megmosakszik, és csak a békecsók, illetve a készfogás marad meg a házigazda részéről. De ugyanakkor megmaradt a plébániákon is, azaz tudomásom szerint nagyon sok helyen ez a szertartása, a lábmosás szertartása, nem csak itt a Székesegyházban. Ezt úgy nevezhetnénk, hogy Szent Színház, mert a pap, amikor 12 minisztránsnak, vagy pedig férfinak megmossa a lábát, az Úr Jézus utánozza, és a hívek előtt, mint egy lejátsza az utolsó vacsora jelenetét. A Ferenc Szentatyánk például az első pápa, aki a tavaly börtönbe ment, ott végezte a lábmosást, és női foglyoknak is megmosta egy-kettőnek a lábát. Ezért jelentős ez, mert kifejezi azt, hogy a papság szolgálat, nem uralkodás. Az Úr Jézus megmondta, aki első akar lenni köztetek, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája. És ezt azzal fejezte ki, hogy szolgai munkát végzett, nem a ház szolgái mosták meg az apostolok lábát, hanem ő a mester. Érthető, hogy Szent Péter tiltakozik is, és azt mondja, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy megmosd a lábam, azt soha nem mosod meg, csak mondja erre az Úr Jézus, ha Péter, ha nem mossa meg, akkor nem lesz részed velem. És akkor Szent Péter lelkesen azt mondja, jó, akkor a fejemet is mosd meg, hogy még teljesebb legyen. Az Úr Jézus ezt sem válasz, mondja, akinek a lábát megmossák, az elég. Az egyszerűen tudni, jelképes cselekedetről volt szó. És az Úr Jézus meg is magyarázza, azt mondja, hogy én megmostam a lábatokat, úgy kell nektek is egymásnak a lábát megmosni. Nem szó szerinti lábmosásról van szó, hanem arról, hogy egymásnak szolgáljatok, és mint az egyháznak a szolgái, ezért hordja Nagy Szent Gergely óta a pápa ezt a címet, hogy Isten szolgáinak a szolgája, mert aki első akar lenni, legyen az utolsó és mindenkinek a szolgája. Ferenc pápa, ugye őt idézte, Ferenc pápának a virágvasárnapi ünnepi szentmiséjében szintén egy ilyen gondolat hangzott el, hogy nincs alázat, megalázkodás nélkül. Ez a mai embernél hogy jelentkezik, hogy jön be ez a megalázkodás? Keresztény erény
és éppen azért például a pogány filozófiák ezt nem ismerik, ezt a fogalmat, ez sajátosan keresztény erény, és pedig a második isteni személy, amikor életünk emberé lett, ez Istennek a legnagyobb megalázkodása, hogy amikor a teremtményének a természetét felveszi a második isteni személy, egy lesz közülünk, és mindenben hasonlóvá lesz hozzánk, a bűnt kivéve, ahogy ezt kihangsúlyozza nem is egyszer Szent Pál apostol is, vagy a zsidókhoz írt levél is. Éppen azért ez azt jelenti, hogy a keresztény ember megalázkodik, mert tudja azt, hogy minden, amivel rendelkezik, az Isten ajándéka, és az üdvösség is egyedül Isten ajándéka. Az ember ugyanis elkövethette az első bűnt, de annak a jóvátételét már nem tudta megtenni, és ezért volt szükség a megtestesülésre. Természetesen a józanul gondolkodó ember rögtön azt mondja, hogy hát a jóisten nem tehette volna meg, hogy amikor először vétkezik az ember, azt mondja, hogy na oké, most megtörtént egyszer, megbocsátom, de többé soha, ha másodszor is megcsináljátok. Erre fel csak azt tudjuk válaszolni Szent Ágostonnal, azt mondta, hogy ha valaki ilyesmit kérdez, hogy miért kellett így, és miért kellett megtestesülni a második isteni személynek, akkor a válaszunk az, mert Isten így akarta. Ha pedig azt kérjük, hogy miért akarta így, akkor valami olyasmit keresünk, ami nagyobb, mint Isten akarata, és ilyen nincs. Vagyis másképpen azt mondja Szent Ágoston, hogy Istent mi nem vonhatjuk felelősségre, és mi egyszerűen csak alázattal elfogadjuk azt, ezt az ajándékot, ami a megváltás, de azt megmagyarázni, emberileg megérteni Istennek ezt a önmegalázását és ezt a nagy ember szeretetét, ezt nem tudjuk. Holnap lesz a nagypénteki keresztút, mindenki Rómára fog figyelni, és azt tudjuk, hogy Ferenc pápa Renátó Corti püspököt kérte meg, hogy megfogalmazza az elmélkedéseket. Nos, ezeknek az elmélkedéseknek a középpontjában pont az van, hogy az igazságosság ügye. Az Úr Jézus megmondta, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Úgyhogy az igaz egyháznak egy állandó jele az, hogy valahol, valamikor mindig üldözték. És ez hozzá tartozik ahhoz a általános jelenséghez, hogy az Úr Jézusról mondja, ugye a Szent János az evangélium a bevezetőjébe, hogy ővéi közé jött, de ővéi nem fogadták be őt. És ez az igazi keresztény életnek is egyik velejárója, hogy még akkor is, amikor például valahol államvallása, kereszténység vagy katolicizmus egyenesen, még ott is előfordul az, hogy a hitéért üldözik, és a bátor hitvallás az mindig ezzel a kockázattal jár. Ez nálunk is, tehát nem csak mindenütt, ott, ahol... Mindenütt megvan. Hát vannak mindenütt például olyan vállalatok, hogy a vállalat igazgató letilt minden vallásgyakorlatot, másképp nem alkalmazza a munkását, vagy az alkalmazottját. Ez a demokráciának úgynevezett szabadsága, amiről még 16. Benedek pápa már tiltakozott az ellen, hogy jelenleg nagyon sok helyen a világban a kisebbség diktatúrája vezeti, és nem pedig a, hogy például egyszerű példa, hogy szállodában nem teszhetnek ki vallási jelvényeket, hogy nehogy a látogató vagy a vendégmunkást sértse. Tehát azt jelenti, hogy amikor a vendég megérkezik, nem a vendég alkalmazkodik a helyi szokásokhoz és próbál beilleszkedni, hanem ő a vendég, vagy pedig a vendégmunkás elvárja azt, hogy az egész ország hozzá alkalmazkodjék. Ez a kisebbség diktatúrája. Tehát a mai embernek itt és most fel kell vállalnia, de nem olyan könnyű, hogy felvállalja látványosan a hitét. Tehát hol kezdődik és hol végződik ez a látványosság? Nagyon jó előírás a Anya Szent Egyházunknak az egyházi törvénykönyvünkben, hogy papok nem vállalhatnak világi joghatósággal járó politikai vagy közhatósági szerepet, tehát nem lehet ítélőbíró, polgármester, parlamenti képviselő és így tovább. És ez azért van, mert nem ez a papság feladata, hanem az egyháznak mindannyian tagjai vagyunk, és a papnak nem kell ott ülni naphosszat az országgyűlésbe, hanem az országgyűlési képviselők
kell az országgyűlésen is a kereszténységüket megvallani, szavazásukban, törvényhozásukban, és nem pedig ott ülő papoknak, mikor neki az ő feladatuk az, hogy egy-egy egyházközséget vezessenek, és hirdessék az evangéliumot, és azt megéljék a hívek előtt, és a mindenki, minden keresztény felel a keresztény társadalomért, de mindenki a maga küldetésében és a maga helyén. Úgyhogy ez az előírás, ezt nem csak a katolikus egyházban van, például a testvéri református egyházban is, ha egy lelkész politikai szerepet vállal, a mandátum idejére leteszi a palástot. Mielőtt egy húsvéti gondolatot elmondana, még szeretnék arra rákérdezni, hogy nagycsütörtökön elnémulnak a harangok, nagycsütörtök este, hogy elviszik Rómába a harangokat. Ezt ugye olvassuk, halljuk televízióban is. Ez mit jelent? Ez nagyon kedves hagyomány, mert amikor az Úr Jézus nagycsütörtök este tartóztatták le az Olajfák hegyén, és akkor ennek emlékére a feltámadás hajnalig, vagy pedig a húsvét vigília, és azt mindig esti órákban, vagy egyenesen éjfélkor tartjuk, addig nem szólalnak meg a harangok a gyász jeleként, hogy az Úr Jézus fogságban van, sőt a 2,5 napot a Szent Sírba. Mikor a gyermekek megkérdezték, hogy hát miért nem szólnak a harangok, akkor a felnőttek így magyarázták meg, hogy a harangok most elröpültek Rómába, és megvárják, míg a Szent Atya megtartja a feltámadási áltatosságot, éjféli szentmisét a húsvét virasztáskor, vigilián, és akkor a harangok örömmel hazajönnek és újra konganak, jelezve azt, hogy a feltámadás örömhíre megérkezett. És a Katya egy gondolatot a nézőknek, és egy áldást húsvétkor, nagycsütörtökön. A húsvéti jó kívánság mindig az, hogy kaptam egy ilyen üdvözletet, és nagyon tetszik nekem, hogy a három szent nap és a húsvétot így foglalja össze, és ezt kívánom én is a kedves hallgatóknak, hogy most, amíg hátra levő napokban és húsvétkor éljük át a nagycsütörtök szeretetét, nagypénteknek a hitét, nagyszombatnak a reménységét, reméljük ugye a Szent Sírban fekvő feltámadását, és azután húsvét hajnalban a feltámadás örömét. Ez a húsvéti jó kívánság. Köszönöm szépen, Érsek Atya. A szó a stúdiója, én is áldott húsvéti ünnepet kívánok.